Na, sziasztok! Mint ígértem, szeretném a LEGO Explorer sorozatot végigépíteni így videó formájában. Meg is vettem a legutóbbi számot, ez az egész pontosan az ötödik. Az első három szám az berendelés alatt van, amit szeretnék pótlólag majd megcsinálni videó alatt. És nézzük is, hogy mi van az ötödik számban. Egész pontosan most leginkább ezzel az űrutazással és hasonló dolgokkal foglalkoztak. A hozzáadott modell is a LEGO Holdcomb. Egy viszonylag aprócska modell, de viszont vannak benne limitált számú elemek, amiket nem igazán lehet más készletben megkapni. Maga az újság szokás szerint teljesen tökéletes, nagyon-nagyon jó felnőtteknek, kicsiknek, nagyoknak, teljesen érthető, viszont nagyon-nagyon informatív és nagyon sok dologgal foglalkozik, nagyon sok mindent mutat be, LEGO készletektől, meg az űrutazástól elkezdve szinte végig. Van benne egy érdekes irányvonal, nem is tudom, hogy tudnám pontosan megfogalmazni, leginkább egy ilyen poszter, hogy mik is voltak a fontosabb állomások az űrutazásba, és ehhez hogy kapcsolódik a LEGO. Tehát például 1957-ben az oroszok ugye fellőtték a Sputnikot, viszont 1964-ben például, itt ahogy írja az idővonalon, bemutatták az első űr dolgokhoz kapcsolódó LEGO készletet. És így a kettő dolognak a keveréket tök jól van bemutatva, de lássuk is a készletet, hogy hogyan és miképpen áll össze. Maga a készlet egyébként szokás szerint, mint le a legtöbb újsághoz tartozó kis készlet, nem egy túl nagy darab, viszont vannak benne bőven elemek, 13 lépésből elméletileg össze lehet építeni az egészet, úgyhogy álljunk is neki. Nem egy túl bonyolult, viszont remek kis szórakozási lehetőség az egészhez, és millió apró darabbal rendelkezünk. Oké, és elméletileg ennyi van ebben a készletben, ugye a készletnek az azonosító száma az a 11942-es, ha esetleg valaki majd a későbbiekben keresi. És akkor kell egy darab ilyen 3x3-as lapos, arra egy szürke, és ezzel meg is volnánk az első lépéssel. Aprócska, kis alkatrészekből van tényleg rengeteg, nagyon-nagyon aprólékos a készlet. Például az előző BK-hoz képest szerintem jóval aprólékosabb. Emiatt egy picit úgymond nehezebb is az összerakása. Már amennyire egy LEGO készlet összerakása nehéz lehet, de ahhoz képest egyébként igen. Egy picikét, egy nagyon-nagyon picikét. Én azt mondanám, hogy nehezebb. Mert tényleg nagyon-nagyon sok apró alkatrésszel dolgozik. Az előző készletben azért voltak ugye nagyobb dolgok, főleg ott a béka lábának köszönhetően. Ez nem lesz valószínűleg méretben akkora, de viszont rengeteg tényleg különleges részlettel dolgozik. És vannak olyan LEGO elemek már most, amiket bár nagyon-nagyon sokat foglalkozok a LEGO-val különböző dolgok révén. Például ezek a kis kerek lekerekítések, amiket itt láttok, nem tudom, meg tudja fogni a fókusz. Ezek például számomra teljesen ismeretlen elemek. Ilyeneket még nem láttam. Az aranyelemek azok megint olyanok, hogy tényleg teljesen ismeretlenek. És belőled mi lesz? Hogy jelen pillanatban ez egyébként a gépnek melyik része lehet, arról halványi elképzelésem nincsen. Viszont egész masszívnak tűnik már most. Ó, ebből lesznek a lábai. Okés. Szóval és tettel. Egyelőre ezt lerakjuk, kell egy darab ilyen, arra rakunk rá egy darab hengert, és arra rakunk rá egy darab ilyen kis kör alakú, hát ahogy felénk nevezték, simát, és ezt kell négyszer megépíteni. Nem tudom, egyébként az előző videó kapcsán ki az, akiben felmerült, hogy szeretné gyűjteni vagy venni ezeket a készleteket. Egyáltalán mi a véleményetek erről a videósorozatról, van-e rá igény vagy nem, mert én személy szerint szívesen foglalkozok vele bármikor, viszont visszajelzés nagyon-nagyon kevés érkezett róla. Amit megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sajnálok. Okés.
Hetedik lépéssel megvagyunk, nyolcadik lépés egy darab kis apróság, arra jön rá egy darab ilyen búra. Mondom, jön rá egy darab ilyen búra. Egyelőre ez úgy néz ki, mint egy ilyen űrbéli fazék, vagy nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani. Oké. És akkor most jönnek a lábai, ami viszont ezekkel az arany alkatrészekkel jön, ami ki van hangsúlyozva az újságba, hogy limitált kiadású, tehát valószínűleg csak ehhez a készlethez készült. De például ez a rúdtartó elem is olyan, hogy életemben nem láttam. Oké, és egy lába helyén. Ezeket a pici hengereket külön élvezett megfogni. Tehát ezek a rúdtartók is olyanok, hogy abszolút nem találkoztam velük még. Nem tudom, ki az, aki esetleg ismeri az elemet. Kicsit nekem minőségileg furcsák ezek az elemek. Nincsen rajtuk az a Legónak az a sejmessége, amit megszokott az ember, hogy ránéz a Legóra, akkor tudja azt, hogy egy Legó alkatrész, és bármikor fel lehet ismerni. Picit ilyen, nem is tudom, talán kínai utángyártásnak tűnik. Maga a felülete az egy picit fura. Vagyis leginkább nem picit fura. Jó, és három lábon már meg is áll. Nagyon jó. Pótalkatrészeket természetesen ehhez is kapunk egy pár darabot, mint az előző szethez. Mint minden LEGO készletet, és mint látható, immáron talpra állt ez a kis dög. Oké, és 12. lépés. Kell egy darab ilyen fogasléc, legutoljára a technikbe találkoztam ilyennel. Ez lesz majd a feljáró. Oké. És az utolsó önmagában kell egy darab ilyen tányér, és még egy darab ilyen antenna, vagy nem is tudom, egész pontosan ezt minek lehetne fogalmazni. Minek lehetne ezt mondani? Ne csusszál el, légy szíves. Úgy. Szóval is tettel, megvan a kis készletünk. Nem mondanám azt, hogy egy túl nagy készlet, viszont remek dekoráció tud lenni. A többi kis apró szett között mindenképpen azt mondom, hogy van helye. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Mindenképpen fogok foglalkozni vele még a témával. Tehát így folytatom az újságnak a beszerzését, mert ez tényleg nagyon-nagyon tetszik. Ráadásul mindig van egy-két plusz alkatrész, ami pedig egyéb modellekhez teljesen jó lesz. Nos, srácok, lányok, ennyi lett volna így a mai videónk. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vagy hogyha tetszik ez a kis LEGO set, akkor szintén mondjátok el róla a véleményeteket, mi az, ami tetszik benne, mi az, amit nem tetszik, mi az, amivel egyet értetek, mi az, amin esetleg változtatnátok vele kapcsolatban. Komment szekcióban nyugodtan fejtsétek ki, akár részletesen is. Ha pedig új vagy a csatornán és érdekel a folytatása, akkor iratkozz fel. Vigyázzatok magatokra, Gumiapó voltam, sziasztok!